És elindult az Amazing Allegra Handicap mezőnye 1600 méterre, tehát Fabulous vette a legjobb startot, hozzá legközelebb Libeskind színei tűnnek föl, majd Tallaris, bent a falon pedig Bergspitze, kettejük között igyekszik fölfelé Selective Poker Lover, a mezőny végén pedig a szürke Expect No Mercy tűnik föl. Gyorsít Selective, pillanatok alatt megérkezik a fejbe és elkezdi nyomasztani a vezető Fabulous. Fabulous, illetőleg Selective galopoznak az élen méghozzá igencsak jó iramban, jó lendülettel, Libeskind követi őket, aztán Tallaris láthatjuk, ebből a képből pedig látszik, hogy nagyon-nagyon kívül Expect No Mercy jön fölfelé, neki tehát kívül kell majd kanyarodni. A bent a falon Fabulous azonban megelőzte Selective, nagyjából egy fél hosszal előtte jár, és Tallaris is nagyon szépen fejlődik fölfelé, csak úgy, mint Poker Lover, viszont Libeskind egy kicsikét elkezdett visszamenni, Bergspitze a következő lovunk, és a mezőny végén továbbra is Expect No Mercy. Selective vezet, Selective galoppozik folyamatosan az élen, most azonban igyekszik őt visszatámadni Fabulous, illetőleg a legkülső spúron Tallaris is megindul talán, illetőleg a barrier által vezetve Libeskind is visszatér a játszmába, és egy hatalmas lendülettel megindul, őrült nagy lendülettel megindult, az élen azonban továbbra is Selective, illetőleg jön Bergspitze, és megpróbál támadni, Fabulous is, hatalmas a küzdelem, bent a falon továbbra is Libeskindet láthatjuk, illetőleg Selective-et küzdeni kettejük között, pedig ott van Bergspitze, ők fogják eldönteni a versenyt, de úgy tűnik, hogy ez Libeskind javára fog eldőlni, Libeskind tudta megnyerni a futamot, mögé érkezett Selective, és harmadik Bergspitze.